Több intézménybe is ajándékot vittek városunk vezetői. Idén is széles fenyőfa kínálattal várják az ózdiakat. Karácsonyi műsorokkal búcsúztatták az évet az általános iskolákban. Ózdi Krónika, a stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek, jó estét kívánok! Ajándékokat vitt városunk polgármestere és alpolgármestere több intézménybe is a közelgő karácsony alkalmából. Janicsak Dávid és Farkas Péter Barnabás többek között a Szent István úti idős otthonba és a hajléktalan szállóra is ellátogatott. A helyszíneken ünnepi műsorral készültek városunk vezetőinek. Az Ózdis térsége szociális, egészségügyi és gyermekjóléti integrált intézmény nappali melegedőjét és szállásait több szervezet és egyház támogatja. A szeretet ünnepének közelettével azonban rájuk is nagyobb figyelmet fordítanak. Most városunk vezetői is ellátogattak az intézménybe. Az ott élők egy betlehemes műsorral kedveskedtek a vendégeknek. Végül is örömteli volt ez a felkészülés, mert azért csak készülni kellett karácsonyra, az ünnepség alkalmából, meg minden, úgyhogy 3 hétbe telt, vagy 4-be, lényegtelen, eljutottunk oda, ahova kellett végül is. Én párszor volnék, vagyis a szerepkörben, hát egy hónapot gyakoroltuk. Minden nap egy óra hosszát, 7 óra volt, és hál' Istennek jól sikerült megcsinálni. Köszönjük. A műsort követően városunk vezetői ajándékcsomagot adtak át a hajléktalanoknak. Janicsak Dávid polgármester elsősorban a szeretet fontosságáról beszélt, de jó kívánságait is megosztotta a jelenlévőkkel. Én azt kívánom mindenkinek, hogy a rengeteg nehézség ellenére, ami önökön van, és amivel küzdenek nap mint nap, most ilyenkor karácsony közelettével teljesedjenek ki egy kicsit a lelkükben is, próbáljanak egy kicsit belső nyugalmat lelni, részesülni Isten szeretetéből, és ezáltal újabb erőt gyűjteni a küzdelmes következő esztendőre. A városvezetők a Szent István úti idős otthonba is ellátogattak. A szépkorúaknak is készültek meglepetéssel, de a dolgozókra is gondoltak, így nekik is átadtak egy jelképes ajándékot. Az intézmény lakói pedig ünnepi műsorral köszönték meg a figyelmes gesztust. Változatlan marad az ünnepek alatt a hulladékszállítás rendje. A Borsod-Abaúj-Zempén megyei hulladékgazdálkodási közszolgáltató Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálati irodái december 24-től 29-ig és január 1-én zárva tartanak. Emellett a hulladékudvarok december 22-től január 1-ig tartanak leállást. A cég arra kéri az ügyfeleit, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki. Idén is nagy a fenyőválaszték Ózdon. A kereskedők már több napja a széles kínálattal várják a vásárlókat. A kedveltebbek közé tartozik a Lucca, Nordman és a földlabdás fenyő is. Az árak 3000-től egészen 6000 forintos méterárig terjednek. Az eladók tapasztalatai alapján egyébként sokan az utolsó napokra hagyják a vásárlást. Az év legszebb ünnepének díszét sokan a városi piaccsarnok környékén található árusoktól szerzik be. Berecki Andrásné több mint 20 éve foglalkozik fenyőfa eladással. Tapasztalatai szerint a lakosság mindig az utolsó napokra hagyja a vásárlást. A legnagyobb igény náluk a Norman fenyőre mutatkozik, de kedvelt emellett a Luc is. Azt mondja, a tavalyi évhez hasonlóan idén sem emeltek árat, így a legolcsóbb darabokhoz 3000 alatt, a legdrágábbakhoz pedig 6000 forintos méterárért juthatunk hozzá. Az árak nagy valószínűség szerint nem változnak majd az utolsó napokban sem. Nem lenne igazságos azokkal szemben, akik hamarabb megveszik a fenyőt, hogy ugyanabból a fenyő, minőségű fenyőből engedjünk árat, viszont ha azok a fenyők maradnak meg, amelyiknek hibája van, mert ugye mindenki először a szebbet viszi el, és a csúnyábbak maradnak, abból viszont szoktunk engedni. Az egyszerűbb szállítás érdekében be is csomagolják a fát. A vásárlók lényegesnek tartják a fa megjelenését, az ágak sűrűségét, és a tartóság is a fő szempontok egyike. A földlabdás fenyők is népszerűnek mondhatóak, ezeket főleg a családi házban élők részesítik előnyben. Bár a választék rendkívül nagy, de vannak, akik azt mondják, hogy a kinézet másodlagos.
jelkép, tehát az, hogy kicsi vagy nagy, teljesen mindegy, mert az a lényeg, hogy karácsony legyen a lelkemben. Lehet 3 méteres vagy is karácsonyi lelkület nélkül, és lehet 2 ág, ha van bennem karácsonyi lelkület. Ez a dolognak a lényege. Most így sikerült, és ugye, hát megtetszett, és megvettem. Tehát teljesen mindegy, milyen nagy, sugározza azt, amit nekem jelent karácsony. Az elmúlt években hatalmas fejlődés volt a műfenyők piacán, hiszen ma már számtalan méret, forma és szín közül lehet választani ebben a tekintetben is. Vannak olyan termékek, amelyek a megtévesztésig hasonlítanak az igazi fenyőkre. Ebben az ózdi nagyáruházban is egyre nagyobb kereslet mutatkozik ezek iránt. Karácsonyi műsorral búcsúztatták az évet a város általános iskoláiban. A közoktatási intézményekben régi hagyománya van, hogy az ünnep alkalmával egy-egy osztály vagy évfolyam olyan előadást tart a többieknek, amely a szeretetre és az egymásra való odafigyelésre hívja fel a figyelmet. Így indul az erdő, ezer fénytő fája, örömet szerezni, szerte a világba. Száll a pehely, hó pehely, kavarja a lehetőlel. Sícsapásra siessi, karácsonyfát keresni. Ünnepi díszbe öltözött az Újvárostéri Általános Iskola aulája. Ezúttal nem csak az intézmény diákjai voltak jelen, hanem a közeli óvodából is érkeztek apróságok, hogy közösen búcsúztassák el a 2019-es évet. A műsor idén is a szeretet fontosságára hívta fel a figyelmet. Az iskola karácsonyfája alatt szépen sorakoztak az előre elkészített csomagok, jól látszódott, hogy ide bizony jó gyerekek járnak. Minden évben hagyomány, hogy közösen ünneplünk utolsó napon, és az is hagyomány, hogy a 4. évfolyamosok készülnek a karácsonyi műsorral. Fontosnak tartjuk, hiszen a család is együtt ünnepel, mi is egy nagy család vagyunk, és mielőtt a gyerekek elmennek a téli szünetre, egy közös ünnepléssel, egy közös énekkel, amit már korábban mindenki megtanult, most el fogjuk énekelni, és ezzel búcsúztatjuk tulajdonképpen az évet. A Vasváróti Általános Iskolában szintén az aulában gyűltek össze a diákok, hogy megtekintsék a karácsonyi műsort. A tanulók nagy száma miatt az alsósok és a felsősök egymás után tekinthették meg a produkciót, amelyet egyébként a városlakók már láthattak a Városház téren az adventi forgatag egyik elemeként. Az intézményben régóta készülnek az ünnepekre, még a karácsonyfára szánt díszek elkészítésében is benne van a diákok keze. A díszeket a gyermekeink készítették, ráadásul újrahasznosítható anyagokból, úgyhogy rendkívül fontosnak tartjuk azt, hogy a közösség az együtt legyen ilyenkor. Az összes adventi hétvégén együtt próbálunk ráhangolódni az ünnepre. Ma betlehemi műsorral kedveskedtek társaiknak a gyerekek a 2. János Pál Katolikus Általános Iskolában is. Idén a 4x1 osztály tanulói adták elő a már jól ismert történetet. A mai volt az utolsó tanítási nap 2019-ben, holnaptól megkezdődik a téli szünet. Legközelebb január 6-án hétfőn telnek majd meg ismét élettel a közoktatási intézmények, tehát akkor folytatódik a tanév. Érdemes lesz kihasználni a rendelkezésre álló időt, ugyanis a következő szünetig egészen április elejéig kell majd várni. Szeretett batyukkal ajándékozták meg ma a 2. János Pál Katolikus Általános Iskola diákjait. Az átadást a karácsonyi ünnepség után ejtették meg a feldíszített aulában. A gyerekek névre szólóan vehették át a csomagokat Kocska Ágnestől az intézmény igazgatójától. Az adományok összeállításához a Katolikus Karitász helyi szervezete, a Budapesti Fokolár Mozgalom, illetve az intézmény pedagógusai és a szülők nyújtottak segítséget. 19 osztályból az osztályfőnökök választották ki azokat a tanulókat, akik tanulmányi eredményeik, versenyeken való részvételük és egyéb sikereik alapján jutalomban részesülhettek. Közel 150 dobozt osztottak ki a gyerekek között, akik nagy izgalommal vették át a csomagokat igazgatónőjüktől. A batyuk többek között édességeket, játékokat és különböző figurákat rejtettek. Idén is megrendezték a Mindenki karácsonyát táblában. Az eseményen Csutor László területi képviselő köszöntötte az érdeklődőket, illetve Barta Beáta, az Ósz-Csajóvárkonyi Református Egyházközösség lelkésze mondott beszédet.
a diákok által feldíszített karácsonyfa közelében az Apácai Csere János általános iskola tanulói adtak elő egy ünnepi, betlehemes műsort. A szervezők a hagyományokhoz híven most is lilahagymás zsíros kenyérrel és forró teával kedveskedtek a helyieknek. Mint minden évben most is úgy gondoljuk, hogy a legszebb ünnep az embereknek az életében a karácsony, ezért az iskolával összefogva, illetve a tábla női klubjával összefogva, és az alapítvánnyal minden évben megcsinálják a karácsony, mindenki karácsonyát. A karácsonykor fellépnek a gyerekek az iskolából, előadják a nagyon szép műsorukat, illetve mink az alapítvány meg tudjuk kínálni a táblási népet csokoládékkal, szancukorral, mandarinnal, tejával, forralt borocskával, ami ilyenkor illik a télies időszaknak. A következő hetet stábunk pihenéssel tölti, így tulajdonképpen ez az esztendő utolsó friss ózdi krónikája. Bár még nem érkezett el a szilveszter, szokásunkhoz hűen most is megmutatunk önöknek néhány olyan vicces és emlékezetes pillanatot, amely eddig rejtve maradt a nézők elől. Jöjjenek tehát 2019 eddig nem látott felvételei. Szervai! Még mondom, az ajánlót. Örülök neki, 70 éves koromra elértem, hogy utunk is van. Mire megdöglek? Na, b***a meg az én. A Damjani csútról 6 oszlopot tulajdonított el a helyi elkövető, aki egyessével hordt el azokat saját kertjébe, uborkái mellé. Ez itt a Kaleidoszkóp, az Ózdi Városi Televízió hetente jelentkező kulturális magazinja. Hát nekem az a kedvenc feladatom, amikor át kell ugrani azt a nagy falat, és nagyon sokat gyakoroltunk rá, és nagyon szeszül gyakoroltunk, és nagyon jók vagyunk eddig. És Balázs bácsi mindig biztat minket, hogy mi vagyunk a legjobb csapat, és nyerjük meg ezt a kört is. Először egy pontos nevet és titulust szeretnék kérni. Balogh Zoltán vagyok, a tábor vezetője. Jó, köszönöm szépen, valami leszart. Ezt ne felejtsétek el kivágni belőle. Olyan nézőket, mint a FIFA 98-ban volt, hogy így egyben az összes így mozog. Én azért jöttem, hogy elmondjam a sporthíreket. Súlykorlátozást vezetnek be, valamint csökkentik a hétesi híd átelesztő képességét jövő héttől. A szűkítés a gyár út felőli jobb oldalra tereli majd az autósok. Ezt újra mondom, mert olyan csira volt. Nem gondolkodtatok még, hogy curlingesnek kéne mennetek? De igen. Nem kéne elgondolkodnod, hogy befogod? Segítesz? Elfogták, majd őrizetbe vették őket. Milyen mesét hallgattatok meg, hogy miről szólt az a mese, és hogy tetszette neked? Arra már nem emlékszem. Medvéket láttak Borsodnádasdon. A szakemberek lábnyomot vagy szőrszálat egyelőre nem találtak, de ez nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy valóban nagy ragadozó járt a területen. Mi van? Egyébként ez a ceremonális szó, az mit jelent? Az a röhögsz. A síkosságmentesítést egyébként 2010 óta tilos sóval vagy más környezetkárosító szerrel végezni. Azért jöttünk ide, mert itt volt a dolgunk, de most már hazamegyünk, mert már nincsen dolgunk. Ott azért. Milyenek voltak a pogromok? A pogromok nagyon jók voltak. Sok volt itt a fura ember. Fogas, cipőtartó, ugye. Jó módszer számodra. Ebben a jacuzziban már ma sem áztatta senki. Hiszen most kezdődött el az uszoda éves karbantartása. 5 aranyéremmel tértek haza márciusban az Ózdi Súlyemelős Fitness Club versenyzőre a szak. Kenny a tibuti budát sú. Jó estét kívánok! Ma is a szokott időpontban várom Önöket a város legfrissebb híreivel. Ózdon is megünnepelték a magyar egészségügy dolgozók.
így mondom most, jó? A szemüveg kenyér szeletelése nem alkalmas, viszont látásra. Híradónk végén nézzük meg még egyszer a legfontosabbakat röviden. Ajándékokat vitt városunk polgármestere és alpolgármestere több intézménybe is a közelgő karácsony alkalmából. A helyszíneken ünnepi műsorral készültek városunk vezetőinek. Idén is nagy fenyőfa választékkal várják az ózdiakat. Az eladók tapasztalatai alapján sokan az utolsó pillanatokra hagyják a vásárlást, ám az árak nagy valószínűség szerint nem változnak majd az utolsó napokban sem. Karácsonyi műsorral búcsúztatták az évet a város általános iskoláiban. Régi hagyománya van, hogy karácsony alkalmával egy-egy osztály vagy évfolyam előadást tart a többieknek. Idén is megrendezték a Mindenki karácsonyát táblában. Az érdeklődőknek meghitt hangulatú műsorral, lilahagymás zsíros kenyérrel és forró teával kedveskedtek a szervezők. Végül néhány szó van a holnapi időjárásról. Szombaton egy mediterrán ciklonnak köszönhetően sok esőre, szeles időre készülhetünk. A felhős idő miatt enyhe fagymentes hajnalra számíthatunk, 4 fok várható. Délután 8 fok lesz. A déli, majd változó irányú szelet erős széllökések kísérhetik. Ezek voltak Ózd legfontosabb hírei. A krónika ismétlését magazinunk után 11 órakor és a szokott időpontokban láthatják. A Híradót archív felvételeinkből összeállított Múlt idő című magazinunk követi. A hét legfontosabb történéseit szombaton és vasárnap a 168 órában mutatjuk meg. Friss ózdi hírekkel pedig már csak jövőre jelentkezünk, vagyis 2020. január 2-án csütörtökön. Én minden munkatársam nevében szeretetteljes karácsonyt, az új esztendőhöz pedig erőt és kitartást kívánok. Legyen szép az estéjük, viszontlátásra!